Már az általános iskolában megtanuljuk, hogy bolygónk felszínének 71%-át víz borítja. Bár földrajzilag különböző részekre osztják, a Föld óceánjai egyetlen hatalmas víztömeget alkotnak, ami bolygónk teljes vízkészletének 96,5%-át tartalmazza. Ez nagyjából 1 milliárd 350 millió köbkilométernyi víz. Igen, jól hallottátok, köbkilométer, tehát egy köbméternek is az 1 milliárd szorosa. Ez az emberi agy számára felfoghatatlan mennyiség, és ennek megfelelően régóta foglalkoztat minket. Mégis mi minden rejlik ebben a hatalmas, tőlünk szárazföldi emlősöktől elzárt világban? Az óceánok térfogatánál úgy gondolom már csak az hihetetlenebb, hogy mennyire keveset is tudunk róluk. Míg a földfelszín nagy részét teljes egészében bejárta az emberiség, kivéve talán a legkopárabb sivatagok, az Antarktisz és a legsűrűbb dzsungelek pár pontját, addig a tengerek alig 20%-át, a tengerfenéknek pedig alig 5%-át fedeztük fel. Többet tudunk a Marsról, a Vénuszról és a Hold sötét oldaláról, mint a saját bolygónk víz alatt elterülő részéről, de miért is van ez? Ha nagyon egyszerűen szeretnénk választ adni a kérdésre, kezdjük azzal, hogy a víz egy szemét dolog. Már ami a felszínen megszokott térképalkotási módszereket illeti. A szomorú valóság az, hogy sem a radar, sem a műholdak és szatelitek nem képesek elég mélyre hatolni, legalábbis nem elég mélyre ahhoz, hogy jó minőségű képet kapjunk. Az előbb említett, a szakértők által egyfajta közelítőszámnak választott 5% egyszerre rendkívül túlzó és szerény, attól függ, honnan nézzük. Minden azon múlik, mit veszünk feltérképezésnek vagy felfedezésnek. A tengervíz blokkolja az olyan alacsony frekvenciákat, amiket például a radarok használnak, cserébe rendkívül pontosan meghatározható velük a vízfelszín magassága. Elegendő méréssel és számolással ki lehet szűrni a hullámok, árapály és áramlatok hatását, így az egyetlen, ami marad, az a gravitáció, a tengerfenék gravitációja. Ahol a víz alatt kiemelkedések vannak, például egy hegygerinc, ott a nagyobb tömegvonzás miatt több a tengervíz és egy apró emelkedés van a vízszínben. Árkoknál értelemszerűen kisebb a vízre gyakorolt gravitációs hatás, így a tengerszint is lehelletnyivel alacsonyabb. Ez a módszer rendkívül számolásigényes, egyszerre több radart, lézert, hajót és műholdat használ, de végeredményben sikerült vele a tengerfenék 100%-át feltérképezni. Az egyetlen továbbra is fennálló probléma a felbontás. A bolygó felszínek felbontását méterben vagy kilométerben szokás megadni, attól függően, hogy mekkora formákat képes megjeleníteni az adott térkép. A világóceán fenekének végigpásztázása ezzel a módszerrel 97-ben történt meg először, és ekkor 20 kilométeres felbontást tudtak vele elérni. A legújabb 2014-es út már 5 kilométeres felbontást ért el, ráadásul képesek voltak minden 1500-2000 méter magas hegyet és vulkánt is megtalálni. Bizonyos értelemben tehát rendelkezünk térképpel a teljes óceánfenékről, ezzel egy időben pedig továbbra sincs halvány fogalmunk sem a nagy részéről. Olyan ez, mintha látnánk a Kárpát-medencét, de benne a Mátra például már nincs meg. Egy Godzilla méretű lény is simán lehetne odalent, egyelőre nem tudunk róla. Csupán összehasonlításként a Magellán szonda a Vénusz teljes egészéről 100 méteres felbontású térképet készített. A víz alatt heverő földfelszínről ilyen felbontású képet csak hajókról szonárral pásztázva lehet készíteni. Ennek lényege, hogy hanghullámokat használ elektromágneses hullámok helyett. Ilyen részletességgel viszont a tengerfenéknek csak a 10-15%-áról készült kép, ami nagyjából egy Afrika méretű terület. Erre még mindig nehéz azt mondani, hogy valóban felfedeztük. A lehető legnagyobb részletességgel tényleg minden kis gödröt, barlangot és formát felfedezni csak víz alatti járművekre szerelt szonárokkal lehet. Ilyen részletes információink jelenleg az óceán fenék mindössze 0,5%-áról vannak. A nagy víztömeg tulajdonságai és a szegényes technológiai lehetőségek, valamint az a szimpla tény, hogy milyen hihetetlen térfogatról és területről beszélünk, még jó ideig korlátozni fognak minket abban, hogy feltárjuk, mi is van odalent. A mélység felfedezése jelenleg nagyobb kihívás az emberiség számára, mint más bolygóké. A feltérképezésen túl a világűrbe embert küldeni szintén sokkal egyszerűbb, mint az óceánfenékre. A teljes sötétség és az extrém nyomás még kíméletlenebb környezet, mint a világűr. Bár a Föld legmélyebb pontján csak 1 fok van, az űrben pedig -270, a légnyomás teljes hiánya nem egy nagy technikai akadály.
Ezzel szemben a Mariana-árok mélyén például a felszíni légnyomás több mint 1000-szeresét kell elviselni. Egy emberi testméretű tárgynak nagyjából 50 jumbo jet súlyát kell elbírnia. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindez lehetetlen lenne. 1960 óta négy társaság is akadt már, akik különböző technikai megoldásokkal vagy megoldásokban 10.900 méternél is mélyebbre merültek. Köztük például James Cameronnal, az Avatar rendezőjével. Expedíciót szervezni ennél kisebb mélységekbe is meglehetősen drága, veszélyes és rengeteg felkészülést, tervezést és munkát igényel, így nem megy egyik pillanatról a másikra. Tegyük hozzá, hogy ebben nagyon komoly szerepet játszik az emberi érdeklődés is. Egyszerűen jobban foglalkoztatja fajunkat a világűr, mint a mélység, és összehasonlíthatatlanul több energiát öltünk a galaxis kutatásába, mint a saját bolygónk víz alatti részébe. Az oceanográfusok azt mondják, a tengerek felfedezésének legnagyobb akadálya az űr. Egy Mars expedícióhoz és kolóniához képest például sokkal könnyebb lenne egy mélytengeri kutatóállomást létrehozni. A nemzetközi űrállomás mintájára egy ilyen víz alatti kolóniának jóval egyszerűbb lenne megoldani a fűtését, valamint könnyebb lenne felhozni és levinni embereket és mindenféle szállítmányokat. A Mariana-árok extrém példájához képest a nyomás sem lenne olyan brutális. Az óceánok átlagos mélysége mindössze 3700 méter, az árok mélységének nagyjából harmada. Ami valódi hátrány az űrhöz képest, az a napfény teljes hiánya, így növényeket nem lehetne termeszteni, de mint mondtam, sokkal könnyebb ételt lejuttatni. Szóval nem is annyira a technológia a valódi akadály, sokkal inkább az érdeklődés hiánya. Akárhogy is, a jelenlegi eszközeinkkel tényleg csak a felszínt kapargatjuk. Az óceánok mélyének 5%-a az, amiről részletes információval rendelkezünk, és talán még 10%, amiről ha szerényebben is, de legalább tudunk valamit. Lehet van, akiben felmerül a kérdés, mégis miért kéne mindent tudni arról, hogy mi van odalent? Üres, hideg és sötét víz, mégis nagyon fontos felfedezések bujkálhatnak ott. Ahogy az esőerdőkben is a mai napig fedezünk fel új fajokat, úgy lehet tele az óceánok mélye teljesen új organizmusokkal, amik segíthetnek megérteni az élet kialakulását, az evolúciót és még sok egyebet a biológiával kapcsolatban. Annak az esélye, hogy űrlényekre bukkanunk, sokkal kisebb, mint hogy odalent teszünk egy tényleg hasznos biológiai felfedezést. Végül pedig nézzük meg, mi az, amit eddig találtunk. Annak ellenére, hogy milyen keveset tudunk, mostanra azért van egy általános képünk arról, mi rejlik odalent. A földi élet alig 2%-a él víz alatt jelenlegi tudásunk szerint, és az összes ilyen életforma 90%-a a felszíntől maximum 200 méteres mélységben található. Itt tényleg zajlik az élet. A fotoszintézist végző egysejtű fitoplanktonok adják mindennek az alapját, ezeket az egyel nagyobb planktonok fogyasztják el, a planktonokat pedig a bálnáktól kezdve a pár milliméteres halakig szinte minden előszeretettel eszi. A 200 méteres mélység környékén véget ér a kontinensek vízzel fedett része, és elkezdődik egy hirtelen lejtés a tengerfenéken. 200 méternél mélyebbre süllyedve a napfény egyre kevésbé jut le, és itt kezdődik az úgynevezett alkonyzóna. Itt már nincsenek növények, cserébe az állatvilág még mindig igen változatos. Sok faj nappal lemerül a 300-400 méteres mélységbe, hogy elrejtőzzön a ragadozók elől, 600 méter környékén pedig elkezdenek megjelenni a bioluminescens, azaz világító fajok. Az itt élő állatok közel 90%-a képes kémiai úton fényt kibocsátani. Ennél mélyebbre egyre kevesebben vadásznak, és az állatok nagy része az úgynevezett tengeri hóval táplálkozik. Ez a végtelenül hulló fehér anyag a sekélyebb vizek élővilágának elhalt sejtjeiből, megemésztett táplálékából, kagylóhéjból, homokból és porból áll. Valahol 700 és 1000 méter környékén zajlik az ámbrászcetek és óriás tintahalak híres harca is, majd elérve az 1000 méteres mélységet, végleg búcsút intetünk a fénynek. Az itt élő fajoknak már nem igazán jut olyan egyszerű tápanyagforrás, mint a tengeri hó, pontosabban csak nagyon kevés jut le belőle, így fontossá válik az energiaspórolás. Másfajta anyagból vannak csontjaik, nincs úszóhólyagjuk, alig vannak izmaik és egyéb okos megoldások. Vannak, akik szinte mozgás nélkül sodródnak és csak megeszik, ami beébb belebotlanak. Az aktív úszás és a vadászat munkaigényes a kevés tápanyaghoz képest, de elvétve itt is vannak ragadozók, például viperahalak vagy galléros cápák. 3000 és 6000 méter között már minden lebegve sodródik, csak akkor végeznek aktív mozgást, ha veszély elől kell menekülni. Itt viszont nem csak víz van, hanem itt húzódik az úgynevezett mélytengeri sík is, ami bolygónk felszínének 60%-át adja.
A végtelennek tűnő óceánfeneket szürke homok és kövek borítják. Sokáig kihalt sivatagnak hitték, de meglepő módon itt is virágzik az élet, csak nem túl látványos formában. A talajról rákok, tengeri uborkák, sünök, férgek és csigák csipegetnek fel minden tápanyagot. Az itt található kürtők olyan repedések a földkérekben, ahol a magma akár 400 fokosra is felmelegítheti a tengervizet. Az ilyen hőforrások ásványi anyagokban gazdag vizei külön kis ökoszisztémák. Legalább 600 különböző állatfajt fedeztek itt fel, és további több mint 2000 féle baktériumot és egyéb mikroorganizmust. 6000 méter alá csak árkokban tudunk lemenni, egészen pontosan 46-ban. Ezek a keskeny, de akár több ezer kilométer hosszú repedések a fenék alig 0,25%-át adják. Ez az úgynevezett hadalzóna, ami a görög alvilág hádészáról kapta nevét. A legmélyebben élő halfaj egy csigahalfaj, amit 8000 méter mélyen találtak a Mariana-árokban. 11000 méteren elérjük a Föld legmélyebb pontját, a Challenger mélységet, pontosabban 3 darab 2 km széles, 10 km hosszú területet. Az egysejtűkön kívül tengeri uborkák és amfipodok, magyarul felemáslábú rákok még itt is vannak. Ami talán még az itteni életnél is érdekesebb, az a műanyag. 2018-ban nejlonzacskót is láttak odalent, szóval még a bolygónk felszínének legmélyebb pontját is képesek voltunk összeszemetelni. Tényleg semmi sem menekülhet el az emberiség hatása elől. Mielőtt befejeznénk a videót, hadd mutassam be partnerünket, az okosogy.com-ot. Ha elakadtál a gimis matek, biosz vagy kémia anyaggal, esetleg érettségire készülsz, ők segítenek neked. Link a leírásban. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.